A HP Inktank 310 és 410 sorozatú nyomtatók nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémáinak megszüntetése. Ha a kinyomtatott dokumentum vagy fénykép minősége nem felel meg az elvárásoknak, kövesse ezeket a lépéseket a nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák elhárításához. Az alacsony tintaszint hatással lehet a nyomtatás minőségére. Töltse újra azokat a tartályokat, amelyekben kevés a tinta. A legjobb eredmények érdekében a HP eredeti HP tinták és nyomtatófejek használatát javasolja. A HP nem tudja szavatolni a nem HP tinták minőségét és megbízhatóságát. Vigyázat! Ne hagyja, hogy nyomtatáskor a tintaszint a minimális töltöttségi szint jelzővonala alá essen. Ha nagyon alacsony a tintaszint, az ronthatja a nyomtatási minőséget, vagy károsíthatja a festékrendszert. Szemrevételezéssel ellenőrizze a nyomtató tintaszintjeit a tintatartályablakok használatával. Töltsön tintát azokba a tartályokba, ahol a tintaszint minimális töltöttségi szint jelzővonala alá esik, vagy megközelíti azt. Próbáljon meg kinyomtatni egy dokumentumot. Ha a nyomtatási minőség nem elfogadható, folytassa a következő lépéssel. Győződjön meg róla, hogy a használt papír megfelelő az adott nyomtatási feladathoz. Vegye ki a papírt az adagoló tálcából. Kizárólag tiszta, gyűrődésmentes papírt használjon. Ne használjon sérült vagy hajlott papírt. Az adott nyomtatási feladatnak megfelelő papírtípust használjon. A szöveges dokumentumokhoz a ColorLock technológiájú sima papír is megfelelő. Sűrűn nyomtatott dokumentumok, például kontrasztos grafikák vagy fényképek esetén a legjobb eredmények érdekében HP Advanced fotópapírt használjon. Egyes papírok esetlegesen nem kötik meg olyan jól a tintát, mint más típusok. Ha a nyomat könnyen elkenődik, ellenőrizze, hogy a javasolt papírtípust használja-e. A papírt a nyomtatandó oldalával lefelé töltse be az adagoló tálcába. Egyes papírtípusok, például a fotópapírok és borítékok esetén csak az egyik oldalra lehet nyomtatni. Fotópapír használatakor egyszerre csak 10-20 darab fotópapír töltsön be a készülékbe, a fel nem használt papírt pedig tegye vissza a csomagolásba. Ha lehetséges, a fotópapírt tartsa az eredeti csomagolásában egy visszazárható műanyag tasakban. A papírt sík felületen, száraz, hűvös helyen tartsa. Ha lehetséges, próbáljon másik papírtípust használni. Ez segít meghatározni, hogy a papírral kapcsolatos-e a probléma. Próbáljon meg kinyomtatni egy dokumentumot. Ha a nyomtatási minőség nem elfogadható, folytassa a következő lépéssel. Ellenőrizze a nyomtatási és papírbeállításokat, és győződjön meg arról, hogy azok megfelelnek-e a nyomtatási feladatnak. Megjegyzés: a nyomtatási beállítások az operációs rendszertől és a szoftveralkalmazásoktól függően eltérőek lehetnek. A nyomtatáshoz használt szoftveralkalmazásban kattintson a File menüre, majd kattintson a Nyomtatás elemre. Megnyílik a nyomtatás ablak. Nyissa meg a Tulajdonságok párbeszéd panelt. A használt szoftvertől függően kattintson a Nyomtatási beállítások, Opciók, Nyomtató beállítás, Nyomtató vagy Beállítások lehetőségre. A nyomtatási feladattól függően érdemes fontolóra vennie a következő beállítások módosítását. Papírtípus. A papírminőség lapon nyissa le a hordozó legördülő menüt, és válassza ki a nyomtatáshoz használt papírtípust. Például fotópapír vagy sima fehér papír. Nyomtatási minőség. Ha nincs megelégedve a nyomatok minőségével, növelje a nyomtatás minőségét. A gyorsabb nyomtatáshoz csökkentse a nyomtatás minőségét. Az elérhető lehetőségek jellemzően a következők: legjobb, jobb és vázlatmód. Színes vagy fekete-fehér. Ha csak fekete-fehérben szeretne nyomtatni, válassza a szürk árnyalatos lehetőséget a legördülő menüben. Papírméret. Kattintson a speciális lehetőségre és nyissa le a papírméret legördülő menüt. Ha a szokásostól eltérő papírméretre nyomtat, válassza ki a megfelelő papírméretet. Ezután kattintson az OK gombra.
A nyomtatási beállítások kiválasztása után kattintson az OK gombra a beállítások alkalmazásához, majd pedig kattintson a nyomtatás elemre. Ha a nyomtatási minőség nem elfogadható, folytassa a következő lépéssel. Ha a nyomatok hátulján tintafoltok vannak, használjon egy automatikus eszközt a probléma megoldásához. A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, nyomja meg háromszor a mégse gombot, majd nyomja meg 8-szor a színes másolás indítás gombot. Engedje fel a tápkapcsoló gombot. A nyomtató lassan behúz egy üres lapot. A nyomtató körülbelül egy percen át hangot adhat ki. Várja meg, amíg a nyomtató kiadja a lapot, és amikor a készülék már nem ad ki több hangot, távolítsa el a lapot. Próbáljon meg kinyomtatni egy dokumentumot. Ha a nyomtatási minőség nem elfogadható, folytassa a következő lépéssel. Több nyomtatási minőséggel kapcsolatos probléma megoldásához nyomtasson egy nyomtatási minőség diagnosztikai tesztoldalt, és értékelje az eredményeket. A nyomtató kezelőpaneljén nyomja le és tartsa lenyomva 3 másodpercig a színes nyomtatás indítása gombot. A nyomtató kinyomtatja a nyomtatási minőség diagnosztikai tesztoldalt. Tekintse át a ciánkék, magenta, sárga és fekete négyzeteket, és ellenőrizze, hogy hiányoznak-e színek, illetve tapasztalható-e fehér vonalak vagy fakulás. Ha a színblokkokon nincsenek fehér vonalak, a színek nem fakók, illetve nem hiányoznak színek, akkor a nyomtató megfelelően működik. Ellenőrizze, hogy tapasztal-e képfelbontási problémát, alkalmazási hibát, vagy egyéb, a nyomatot esetlegesen befolyásoló hibákat. Ha bármelyik színblokkon fehér vonalakat vagy fakulást lát, vagy azt tapasztalja, hogy egy szín teljesen hiányzik, akkor folytassa a következő lépéssel. Használja az automatikus nyomtatófej tisztító segédprogramot a nyomtatófej fúvókák eldugulásának megszüntetéséhez. Vigyázat! Csak szükség esetén tisztítsa meg a nyomtatófejeket. A szükségtelen tisztogatással tintát veszít és megrövidíti a nyomtatófejek élettartamát. Megjegyzés! A nyomtatási beállítások az operációs rendszertől és a szoftveralkalmazásoktól függően eltérőek lehetnek. A számítógépen nyissa meg a HP Smart szoftvert és válassza ki a nyomtatót. Kattintson a nyomtató beállítások elemre. A baloldali eszközök menüben kattintson a nyomtatás minőségi eszközök lehetőségre, majd a nyomtatófejek tisztítása elemre. A nyomtató kinyomtatja a nyomtatási minőség diagnosztikai tesztoldalt. Vizsgálja meg az oldalt. Ha a nyomtatási minőség elfogadható, kattintson a kéz gombra. Befejezte a hibaelhárítást. Ha a nyomtatási minőség nem elfogadható, kattintson a második szintű tisztítás lehetőségre a tisztítás következő szintjének végrehajtásához. Használja a nyomtató szoftvert a nyomtatófejek igazításához. Megjegyzés! A nyomtatási beállítások az operációs rendszertől és a szoftveralkalmazásoktól függően eltérőek lehetnek. Számítógépen nyissa meg a HP Smart szoftvert és válassza ki a nyomtatót. Kattintson a nyomtató beállítások elemre. A baloldali eszközök menüben kattintson a nyomtatás minőségi eszközök lehetőségre, majd a nyomtatófejek tisztítása elemre. Kattintson az igazítási oldal nyomtatása lehetőségre. A készülék kinyomtat egy igazítási oldalt. Emelje fel a lapolvasó fedelét. Helyezze az igazítási oldalt a nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üveg felületére a jobb oldali előső sarokba. Csukja le a lapolvasó fedelét. Kattintson a beolvasás elemre a számítógépen. A nyomtató beigazítja a nyomtatófejeket. Próbáljon meg kinyomtatni egy dokumentumot. Ha a nyomtatási minőség nem elfogadható, folytassa a következő lépéssel. Ha minden lépést elvégzett, és továbbra is problémákat tapasztal a nyomtatási minőséggel, cserélje ki az egyik, vagy mindkét nyomtatófejet. Ha a probléma továbbra is fennáll, szervizelje a nyomtatót.
Vegye fel a kapcsolatot a HP-vel a szervizelés és jótállás lehetőségeit illetően. A YouTube-on a lejátszási listák fülre kattintva más nyelveken is nézhet HP videókat. A csatornánkon pedig megtalálhatja a HP termék támogatás hivatalos videóit.